Litér és Papkeszi között egy erdősített dombon volt az Árpád-kori vásártartási joggal rendelkező papvására, más néven Potvására falu, melyet ma Papvására dűlőnek vagy Papvásári erdőnek hívunk. Templomos hely volt, de templomáról középkori leírást nem ismerünk, és nem ismerjük a helyét, titulusát. Közvetlen szomszédja volt Litér, Szent István, ma Király Szent István, Kezi, ma Papkeszi, Sándor és Mámafalu, amelyek elpusztultak. A 13. században Papvására a Győr nembéli Óvári Kondrát tulajdonában volt. 1288-ban két elzálogosított birtokát, Patvásárát és a zalai Nosztejt, más néven Nosztori falut vissza akarta váltani, de mivel Péter veszprémi püspök emberei a kitűzött határnapon nem jelentek meg, az ügyet elhalasztották. Péter meghalt, mire az ügy utódjának, a Rád nembéli Benedek püspöknek kezébe került, aki 1290. október 10-én újabb tárgyalásra utasította. 1292-ben Putvására alakban jegyezték fel. 1296-ban Óvári Kondrád mester Benedek veszprémi püspökkel és a káptalannal szemben elveszítette a pert, és a két összesen 250 márka értékűnek becsült falut, Patvására és Nosztre birtokokat a 200 márka bírságpénz meg nem fizetése fejében a püspök és a káptalan részére iktatták. Patvására 180 márkát képviselt. 1328. szeptember 29-én egy határjárás leírásban szerepel, miszerint Károly király parancsa szerint a székesfehérvári káptalan kiküldte Miklós királyi ember társaságában kanonokját, Istvánt Zarberen birtokára, ahol a szomszédok jelenlétében elvégezték a birtok határjárását, majd királyi mérték alkalmazásával a szántóföldekre, mezőkre, rétekre, kaszálókra és halászó helyekre kiterjedően kimérték nagyságát is, ami 700 holnyi területet adott ki. A birtokot határolja Pokhuasara és Máma falu. Meskó veszprémi püspök és királynéi kancellár székesegyháza, mivel püspöki széke elfoglalásának idejében jövedelme és papja nem volt, 1334. szeptember 14-én Boldog Afra oltárának adományozza Potvására nevű püspöki falu tizedeit és a falu területén lévő püspöki szőlőjét és élvezetét élete végéig Jakab prebendárius papnak utalja. 1352. január 20-án a fehérvári káptala jelenti első Lajos királynak, hogy a János veszprémi püspök részére kiadott általános eljárási parancsa értelmében kiküldte István papot, egyháza oltárigazgatóját, és kíséretében a szomszédoknak és határos birtokosoknak, a káptalant képviselő Endre fia János mester kanonoknak és a püspök káplányának János mesternek a jelenlétében Sári János fia Miklós és veszprémi káptalannak a püspök potvásárai, a veszprémvölgyi Mária monostor mámai, Sanduri, Kenesei és a Sári nemesek birtokai között fekvő kezi birtokát január 6-án ellentmondás nélkül körülhatárolta. Csak Potvására mellett a püspöki ügyvivő nem engedett új határjeleket felállítani, és a pannonhalmi apát, illetve képviselőinek a távolléte miatt a monostor Sári malmánál és rétjeinél is a régi határjeleket hagyták meg. Ezen a tájon érintették a Kurmust nevű régi vár helyét. A fentieket első Lajos király 1364. december 12-i oklevelében megerősítette. 1362. április 22-én a fehérvári káptalan előtt János mester veszprémi kanonok és dékán káptalanja nevében óvást emel az ellen, hogy püspökük László a Potvására és Nasztre nevű káptalani birtokok felét többszöri tiltakozásuk ellenére továbbra is a saját használatára elfoglalva tartsa. 1368. szeptember 9-én Budán kelt oklevél szerint László veszprémi püspök, királyi al- és királynéi főkancellár János veszprémi prépostnak a kérésére a püspökség Potvására nevű birtokán, a Molonsara folyón, a káptalan malma mellett lévő malomhelyét, ami már régen elpusztult, a székesegyház kriptája Imre herceg hitvalló oltárának a fenntartására, illetve igazgatójának ellátása biztosítására adományozza,
és egyúttal megbízza a prépostot, hogy a malomhely hasznosításáról belátása szerint gondoskodjék. Ezt követően 1369. április 4-én a veszprémi káptalan előtt János veszprémi prépost bemutatja László veszprémi püspök 1368. szeptember 9-i adománylevelét, és bejelenti, hogy a benne foglalt felhatalmazás alapján a székesegyház kriptája Imre herceg hitvalló oltárának a fenntartására adott a püspökség Potvására nevű birtokán a Malunsara folyón lévő malom helyett az egyház Kezevi jobbágyának, Miklós fia Péternek és utódainak örökbérletbe adja a következő feltételek mellett. 1. Péter július 13-ig a saját költségén újjáépíti az elpusztult malmot, és e naptól kezdődőleg 3 évig kedvezményes bérként évi 2 részletben, részben búzában, részben pedig rozsban 40 köböl gabonát szolgáltat az oltár igazgatójának, az egyház malomadójának a mértéke szerint. A 3. év elteltével a kedvezmény megszűnik, és a cenzus évi 80 köbölre emelkedik. 2. Ha Péter vagy örökösei az esedékes gabona részletet nem adnák be idejében, akkor az első vagy a következő második mulasztás esetén a cenzuson felül még 20 köbölnyi pönálét fizetnek, de ha az első 2 után közvetlenül következő 3. terminuskor sem tudnának vagy nem akarnának fizetni, a malmot az örökbérlet ellenére az egyháznak kötelesek visszaadni, amelynek jogában áll, hogy az így létrejött tartozás behajtását a bérlő és örökösei ingó és ingatlan vagyonának bírói zár alávétele útján is biztosítsa magának. 1373. március 13-án Visegrádon kelt oklevél szerint László veszprémi püspök és királynéi főkancellár Szent János evangélista iránti tiszteletétől indítatva, akinek a székesegyházban művészi kivitelű oltára van, de Balázs zalai főesperes kérésére is, aki ezt az oltárt felszerelte és javadalmát növelni igyekszik káptalanja beleegyezésével, az oltár rektorának az ellátására Potvásárai birtoka patakján malom helyet adományoz. 1374-ben Óvári Kondrád leszármazója, bizonyos László fia Miklós sikerrel perelte el a Potvásári és Nosztrei birtok után neki járó leánynegyedeket. A veszprémi káptalan előtt János prépost és Mihály őrkanonok, mint a Balázs zalai főesperes végrendeletének a végrehajtói 1378. augusztus 22-én bejelentik, hogy az elhunyt veszprémvári vásárolt szesszióját épületekkel Potvásáron egy általa építtetett malmot és a Berénhida püspöki birtok egyik völgyében fekvő 2 vásárolt szöllejét mise alapítványként, misekönyvvel és egy kehellyel a székesegyház Szent János evangélista oltárára, illetve mindenkori rektorára adományozza. 1397-ben Potvására, majd az 1488-ban kelt Adólajstromban Patvására néven említették. Az Adólajstrom szerint a királyné valójában azonban a veszprémi püspöké volt, akinek itt 5 adóköteles háztartása volt, és jobbágyai 5 forint adót fizettek. 1524-ben a veszprémi püspökség urbáriuma szerint 7 jobbágy fizetett 7 forint adót. A továbbiakban a faluról nem hallunk, valószínűleg a török betörésével a környékbeli falvakkal együtt elnéptelenedett, majd elpusztult. A török kiűzése után nem települt újra, és csak szőlőművelés folyt a területen. Veszprém vármegye 1797-es térképén Papvásárja néven még szerepel, és romként jelzik templomát, viszont az első katonai felmérésen, mely ezzel nagyjából egyidős, csak szőlőföldként szerepel, házhelyekkel, de romot nem jelez. Ezután már csak Papvásári hegy néven hallunk a területről, és az intenzív szőlőművelés teljesen eltüntette a középkori nyomokat. A területen az erdőben találunk ház és pinceromokat, azonban ezek már az újkorból, esetleg az 1700-as évek végéről, vagy az 1800-as évekből származhatnak. Ma a területen szőlő nincs, csupán telepített erdő bozót.